Köszönöm kedves nézőinket, ez a befutó szamastíros idei első adása. Mai műsorunkban egy kicsit visszapillantunk az elmúlt esztendőre, és felelevenítjük a számunkra legemlékezetesebb pillanatokat. Tartsanak velünk! A szabadidős tömegsport a diáksporttal kiegészülve a legnagyobb rétegeket megmozgató szegmense mindennapos sporttevékenységeinknek. Cene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnökeként már a 2015-ös év legelső napjait is kihasználta arra, hogy emlékeztesse mindenkit a mozgás fontosságára. Még egy kicsit ilyen tavalyi évvégi hangulat van, de mindjárt a sporttal kezdjük. Ez fantasztikus dolog. Nekem azért is fontos ez a kezdés, mert 2015, hogy én azt gondolom, hogy a sport éve kell, hogy legyen itt az olimpia előtt, gondolva arra, hogy a sport mindenki, tehát ezt a szlogent, a MOB-nak ezt a mottóját tovább kell vinni. 2015-ben a Szabadidősport Szövetség a Nemzetközi Világkongresszust rendez itt Magyarországon, úgyhogy egy picit azt gondolom, hogy itt az olimpiai válogató évben egy kicsit tényleg azt gondolom, hogy a sport mindenki, tehát utánpótlás, diáksport, szabadidősport, versenysport együtt van. Ennek megfelelően a Magyar Diáksport Szövetség is mindent megtett azért, hogy rendezvényeivel és a mozgáskultúrát fejlesztő programjaival megfeleljen az új év kihívásainak. Korábbi adásainkban már bemutattuk a Magyar Diáksport Szövetség által kidolgozott Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet, azaz a NetFit-et. Január első hetétől minden honi tanintézményben elkezdődtek a felmérések. Budapest egyik legsportosabb iskolájában, az Újbudai Gross és Gyula Sport Általános Iskolában testközelből is megnézhettük, hogyan vizsgázik az új mérési rendszer. Ez nem csak nekünk, hanem a szülőknek, valamint az edzőknek is egy jó alap lehet, mivel ugye ezt online lehet követni, hogy milyen eredmények születtek az iskolákban, és ezért mindenkinek jó, mert látjuk, hogy a gyerekek milyen állapotban vannak, de ez mégis nem csak arról szól, hogy most jelen állapotunk milyen, hanem az, hogy egy pozitív életmódra is, életmód fele irányítjuk a gyerekeket, mert látják mondjuk azt, hogy milyen a testzsírjuk, és egy tényleg az egészséges életmódra is próbáljuk egyre jobban ráhangolni őket. Minél nagyobbak, egyre jobban megértik azt, hogy mondjuk milyen fontos szerepe van az egészséges táplálkozásnak. A Magyar Diáksport Szövetség szervezésében zajló diákolimpiai sorozat méltán emelkedett az elmúlt évek legrangosabb iskolai sporteseményévé. Az idei röplabda döntők a budapesti Csík Ferenc Általános Iskolát a legeredményesebb tanintézmények közé emelték, hiszen zsinórban harmadszor, összességében pedig negyedszer győzedelmeskedtek a hölgyek a hatodik korcsoportban. A döntőben azért úgy mentünk neki, hogy jó, hogy a csoportmeccsen nyertünk, de ez egy döntő, és itt biztos, hogy ők is jobban fognak teljesíteni, és nekünk is sokkal jobban oda kell magunkat tenni. Én személy szerint izgultam nagyon, de nagyon jó volt a csapategység, és közös volt a cél, és egy csapatként tudtunk játszani. Idén is nagy sikerrel zajlik a Magyar Diáksport Szövetség legtöbb gyermeket megmozgató esemény sorozata, a Diákolimpia. A futsalosok Kiskunfélegyházi döntőjét, a negyedik korcsoport serlegét a budapesti Gloriet Sportiskolai Általános Iskola ifjú tehetségei nyerték meg. Na ez egy ilyen nagyon sima győzelem volt, főleg a döntőben, ugye 7-1-re nyertetek a Felcsút ellen. Milyen volt a csapat, miben voltatok ennyire jobbak a többieknél? Hát először is nagyon sokat segített nekünk, hogy az egész csarnok nekünk szurkolt. Belőttük gyorsan az első gólt, egyenlítettek, aztán pedig ez volt az a meccs, ahol nekünk minden összejött. És így csak mentek a gólok, és belerohantak a tűbe. A sport legyen a tiéd! Ezzel a felszólítással indította útjára a sportért felelős államtitkárság a Magyar Diáksport Szövetséggel karöltve legújabb kezdeményezését a Nemzeti Sportfejlesztés Programjának keretében. A központi koordinációval megvalósuló projekt az iskoláskorú gyermekek sportba történő bevonását tűzte ki céljául. Szeretnénk összekapcsolni minden régióban, minden térségben a sportklubokat, szakosztályokat a tehetséges gyermekekkel, iskolákkal, hiszen bevezettük a mindennapos testnevelést is. Nagyon-nagyon sok tehetséges gyermekünk van, hála Istennek, és én úgy érzem, hogy az egy reális célkitűzés, hogy 500 000-re növeljük a sportoló, igazoltan sportoló gyermekek számát.
ez a célja ennek a sportoborzó rendezvény sorozatnak? Nagyon nehéz helyzetben van most minden egyes sportági vezető, vagy bármiféle olyan szakember, aki a sportban tevékenykedik, hogy hogyan állítsa fel a gyerekeket a számítógép elől a virtuális világból, hogyan tudnák őket kicsempészni, és minél több idejüket a sport irányába fordítani. Ez is egy eszköze annak, hogy a gyerekeket a sport irányába integráljuk. Melyik tetszik a legjobban, melyik sportág eddig? Tetszik a kosár is, a pingpong is, meg a kajak is. Kajakban mi tetszett? Hát ilyen vicces volt, meg ilyen egészen ilyen jó. Vagy olyan szóltak így a hajóval menni, meg minden. Az a lényeg, hogy minél több gyerek kipróbálhasson minél több sportágat, hogy sportoljon, hogy egészséges felnőtt váljék belőle, és hogyha esetleg akár az élsport felé orientálódna, akkor be tudják integrálni egy megfelelő egyesületbe. Én is egy kisvárosból, oroszlányból kerültem ki, és azt gondolom, hogy fontos volt számomra is, hogy tovább tudjak lépni, és minden segítséget megkaptam a szüleimtől is ehhez, és ez a tanulság ebből, hogy kisvárosba is el lehet jutni az élsportig. Nem mindig csak az eredményt nézzük. Tehát, hogyha örömmel megy le a vívóterembe, és jól érzi magát ott, akkor folytassa, és akkor vagy elindul az a bizonyos hangja arra az irányba, vagy abba az irányba, ami majd egyszer nagy sportolóvá teheti, vagy egyszerűen csak élvezze a sportnak a szeretetét.